Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. Luca napi népszokások és hiedelmek. Szexárdon is bemutatta könyvét Rudán Joe. Remekelt a szexárdi lány az ország legnagyobb tehetségkutató műsorában. A szódavíz egy magyar kultuszital címmel nyílt időszaki kiállítás Pakson. A Gergely naptár bevezetése előtt december 13-a volt az év legrövidebb napja, ezért számos népszokás és tradíció kötődik ehhez a dátumhoz. A Luca nap egyik legismertebb hagyománya a lucaszék elkészítése. Ilyenkor kezdik el az ülőke kifaragását, de naponta csak egy lépés szabad haladni, a sámlinak azonban karácsonyra el kell készülnie, hogy az éjféli misén a székre állva meglássák a boszorkányokat. Emellett a jövő évi termést és a jövendőbeli férnevét is megjósolták ilyenkor a babonák szerint. December 13-a Luca napja. A néphagyományban ehhez a dátumhoz számos hiedelem, jóslat és babona köthető. Többek között az úgynevezett Luca tök is. Sokan nem tudják, hogy a 16. század utolsó harmadáig, 1582-ben lett Magyarországon a Gregorián naptár szerint 13. Eger pápa utasítására elrendelve, addig a Julianus naptár volt érvényben, amely Julius Cézártól volt folyamatosan érvényben. Na most a 13-a számított a régiségben, a régi időkben a napfordulónak. Ekkor volt a legrövidebb a nap. És a látható, hogy itt van egy töklámpa, egy kerámiából készült töklámpa, ami nem keverendő össze a Halloween-nal, a Halloween tökkel. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy ez egy másodkézből, egy second hand átvétel gyakorlatilag az angol szász országokból. Nekünk főleg Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon ennek megvolt a hagyománya, hogy Luca napkor sütőtökből lámpást faragtak. Tehát azért mondom, hogy ezt is szoktuk mondani a gyerekeknek, illetve a pedagógusoknak, hogy legyenek tisztában azzal, hogy egy divat hullámot átvesznek, igaz, halottak napjára, arra az időszakra, de ennek az ősiségben a magyar néprajzi vonatkozása megvolt. Na most Szent Luciáról, ő egy szirakúzai, mai Szicíliából jön, 3.-4. század fordulóján ért, vértanú halált halt, később 5. századtól szentként tisztelt hölgy volt. Nagyon érdekes az, hogy az ő személye hogy megy át végül is egy ilyen gonosz figurával, egy ilyen boszorkányűző nap lett gyakorlatilag ez a Luca nap, és a lucaszék készítése is ehhez kapcsolódik majd, de rengeteg hagyomány kötődik Luca naphoz. Elsősorban mutatnék itt egy kis tálkát. Ebben a tálkában Luca napkor búzát vetettek, beleállítottak egy vagy több gyertyát, és megvárták azt, hogy karácsonyig ez a búza, ez sarjat hozott, ugye, hajtásnak indult, és ebből tudta következtetni arra, hogy a következő évben milyen lesz a termés. A Luca naphoz tartozik például az időjárás előrejelzése is. Az első az egy megfigyelésen ment keresztül. Például megnézték, hogy Luca napot követő nap december 14-én az a január hónapra vonatkozott. 15-e a következő február hónapra, és nézték, hogy milyen időjárás van, és abból következtettek arra, hogy a következő évben milyen időjárás lesz. Itt látható egy vörös hagyma, a székelység körében pedig azt terjedt el, hogy a hagymának a rétegeit 12 szeletre, 12 hasábra szétválasztották, és besózták őket, és azok a gerezdek, amelyek megnedvesedtek a só hatására, kiszámolták, hogy az melyik hónapnak megfelelő, és abban a hónapban olyan időjárás prognosztizáltak a következő évre. De látható itt egy kereplő is, és nem a busójárással van kapcsolatban, most nem indítanám el, szörnyű hangja van, de a kotyolás, ugye ez egy alakoskodó, gyakorlatilag népszokás volt, általában két fiatal legény hajnali órákban felkereste a gazdák házát, engedélykértek arra, hogy kotyolhassanak. Egyébként Halloween trick or a treat, ez ugyanez, csak itt nem csokoládéért ment a dolog, hanem tudom én, egy aszal gyümölcsér, vagy dióér, vagy magyaróér, vagy ne adj Isten szalonnáér is, meg hát nagyobb bacska gyerekek már pálinkát is kaptak. És akkor megkérdezték, hogy szabad-e itt kotyolniuk.
általában engedélyt kaptak rá, hiszen a ház gazdájának ez nagyon fontos volt, hogy nehogy rontást hozzanak a házra. Mert ilyen dalokkal jöttek meg, hogy Luca-Luca kitykotty, 2-3, Galagunya 2-3, a pálinkámat várom, ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát, ha nem adnak körtét, elviszem a böskét, vagy volt egy olyan változat, hogy ha nem adnak hurkát, elviszem a julcsát. Úgyhogy itt letérdeltek magukkal hozott fadarabra, vagy a gazdasszony szalmát szórt eléjük, és akkor elmondták a kotyolódajukat. Ugyanakkor utóbbi egy termést hozó áldás is volt, mondja a szakember. Azt kívánták, hogy akkora disznai legyen Kennek, mint a kertkapu, vagy akkora oldalszalonnája legyen olyan vastag, mint a mestergerenda. De hát egyéb 18 pluszos szövegek is elhangoztak a termékenységre a házban élő lányoknak a szerepével kapcsolatban. És általában ezeket a gyerekeket bőségesen megajándékozták, ahol szalonnát kaptak, valamint akkor egy-két krajcár fizetséget kaptak érte. A legismertebb népszokás talán a luca széke. A kifejezést az igen lassan készülő dolgokra szokták használni. Az ülőke készítését szigorúan csak december 13-án lehet elkezdeni, és naponta csak egy munkafolyamatot szabad rajta végezni. Általában a régiségben 9 különböző féle fafajta felhasználásával készült, tehát olyan különleges fák voltak köztük, többek között, mint a kökény, vagy a somfa, vagy a jegenyefenyő, az volt az ülőlapja, és amikor ezek a székek elkészültek, akkor ugye a éjjeli misére a legények becsempészték a templomba, általában a bejáratnál, vagy ahol a harangkötél volt, és erre ráálltak, és akkor meglátták azt, hogy a felekezetben ki a boszorkány, ugyanis akkor szarvat növesztettek, ugye ez a beavatatlan szem nem látta, de meg kellett hajolniuk a templom kapuba. Igen ám, de abban a pillanatban lelepleződtek, és a boszorkányok elkezdték őket üldözni, de a zsebükben mindig volt mák, és ezeket a mákszemeket hátradobták, és a boszorkányoknak meg kötelessége volt egyenként fölszedni a szemeket, így akkor egérutat nyertek, és otthon a legelső dolguk az volt, hogy a kemencébe bedobták a széket, és eltüzelték a luca székét. Szekszárdon járt Rudán Joe, bemutatta könyvét, és egy koncerttel is megörvendeztette az odalátogatókat. A kötetben az énekesi pályán eltöltött 50 évét írja le köntörfalazás nélkül. A szekszárdi Csörgetavi Rockfesztiválra is jó szívvel emlékezik vissza a zenész. Ez a könyv karácsonyi ajándék lesz Rudán Joe kézírásával. Szekszárdon is bemutatta könyvét a P-mobil, a Pokolgép és a Dinamit egykori énekese. Egy baráti beszélgetéssel egybekötött koncertet tartott a placban. Eléggé kivett ez engem, tehát nagy meló volt, már csak a fényképek összegyűjtése is, mert rengeteg kép készült, gondoltam a sok formációval, sok zenekarral az elmúlt 40 év alatt. Azokat kiválogatni, amit tényleg érdekelhetik a közönséget, vagy hát akár a barátokat. Nem magamot raktam ki, mindig olyan képeket választottam, amikor valakivel vagy valakikkel vagyok. Tehát nekem ez fontos volt, hogy azt a légkört, azt a hangulatot lássák a képeken is, ami velem történt. És hogyha ha ez tetszik, akkor nagyon örülök neki. Ha meg nem, akkor maximum felénél lerakja valaki. De hogyan jött egy rocker életében, hogy könyvet írjon? Nagyon sok az élmény, és nagyon sok az emlék, és amikor találkozunk a barátokkal, akár ismerősökkel, vagy akár régi cimborákkal, vagy a zenésztársakkal, akkor mindig ugye beszélgettünk, hogy emlékszem arra, meg arra emlékszem, meg akkor meg az milyen volt, és akkor na majd egyszer megírjuk a memoáriumban, megírjuk. De hát addig írjuk meg a memoáriainkba, ugye amíg egyszer eljön az idő, és akkor meg kéne már írni, mert már az 55 éves elmúltam, és el fogom felejteni. Neki kellene állni. És akkor neki is álltam, már lassan 4 éve, úgyhogy lassan készült ez a könyv. Egy barátomat kértem meg föl rá, aki mégiscsak jobb úgy elmondani, hogyha az ember valakinek elmeséli, mint hogyha csak ott leülsz, és akkor magadtól elkezdesz írni valamit. Ilyen is volt egyébként, de először beszélgettünk egy 3 évig, 3 évig beszélgettük, Szentesi Zöldi Laci barátommal. Ez régóta ismerem, ő még a Duna TV-nél volt még egyébként egy stábbal, akik jöttek velünk Erdélybe forgatni, még a P-mobilos korszakban, de a pokolgépes korszakban is, tehát
tudtam, hogy egy hullámoszon vagyunk, egy az érdeklődési körünk, ugye a rockzenén kívül más is, és őt kértem meg vele, jó volt ugye elbeszélgetni, és szépen akkor felvette, jegyzetelte, könyvformába öntötte. Amikor megkaptam ezt a kéziratot, akkor ezt az egészet kiegészítettem. Ugye nekem megvannak a régi noteszeim, hál' Istennek, vagy 40 évről, amiben mindig jegyzeteltem, hogy melyik zenekarral, hol játszunk, kit kell keresni, ki a kontakt, ki a szervező, kivel kell lebeszélni a bulit, hány órára kell érkezni. Tehát megvan, és akkor szépen a Lacinak elmesélt dolgokat, én a noteszaim alapján kiegészítettem, mert eszemét jutottak, még pluszba történetek. Eddig készült az ilyen sokáig, mert nem akartam semmit és senkit csak kihagyni. És meg a másik azt, én próbáltam ilyen hát jó, tehát poénos könyvet írni. Nyilván írtam a rossz részeket is, mert én voltam, aki padlón voltam, aki ki az, aki nem. Azt se hagytam ki belőle, tehát egy őszinte könyv lett. És én örültem, hogy végre most már kiadtam magamból, és letudtam ezt a terhet a vállamról, most aki kíváncsi rám, vagy szeretné hallani a történeteimet, az csak el tudja olvasni. Azonban hiába készült sok ideig a könyv, vannak olyan történetek, amik mégis kimaradtak. Nem szeretnék még egyet írni, persze sosem mondasz, hogy soha, egy darabig biztos, hogy nem, de így most, hogy eszembe jutnak olyan sztorik, amik tényleg kimaradtak, ezeket össze fogom gyűjteni külön, és lehet, hogy egy kisebb kis kiegész, vagy a második kiadásban majd akkor azt majd kiadjuk, és akkor hozzácsapjuk a végére. Benne agyában egyébként minden formációban, minden zenekarról, minden egyes korszakról megvannak nagyjából a leglényegesebb történetek, szerintem nem hagytam ki semmit. Most nagyon remélem. A méltán híres Szekszárdi Csörge Fesztivál megalakulásában és csillagának felragyogásában is nagy szerepe volt Rudán Joe-nak. A zenész azt is elmondta, nagyon jó emlékei vannak a fesztiválról. Az értelmi szerzőn nem én voltam, hanem egy Gyimesi Sándor, Gyimó barátom, és én a kezdetektől fogva mellé álltam, és neki segítettem bármiben. Ugye a Sanyi találta ki a történetet, hogy mi legyen, ez az ötlete is volt, viszont tudta, hogy én ismerem a zenészeket, hogy az egész szakmát ismerem, és tulajdonképpen én nekem volt az a feladatom, hogy én a zenészekkel lebeszéljem a koncerteket, pontosítsuk, összerakjuk, hogy melyik zenekar után mi jön, milyen nap lesz mondjuk a hard rockosabb nap, melyik nap lesz a punkosabb nap, melyik nap lesz, mit tudom én, a heavy metalosabb nap. De azért hívtunk más, itt volt itt a 100 fok Celsiustól kezdve a Bergendi Szalon zenekaron keresztül mindenkit meghívott a Sanyi. Én próbáltam ehhez asszisztálni, vagy hát segítkezni benne. És az is sajnos az én feladatom volt, amikor az a hálátlanabb része, amikor ugye volt, amikor egy hétig esett az eső, és ugye a szponzorokban sose dúskált ez a fesztivál, akkor sajnos volt, hogy vissza kellett mondani zenekarokat, és akkor, de mindenki egyébként partner volt ebbe, és megegyeztük, hogy következő évben akkor majd jönnek, és most félgázsit kapták csak meg, vagy nem is játszottak le a koncertet, és hála Isten, következőben mindig jó idő volt, úgyhogy akkor tudtuk rendezni a sorainkat. Hát sajnálom, hogy alakult, hogy elkerült innen a fesztivál, mert én szerettem itt nagyon ez a szekszárdi akkori, hát ez volt a mi hippi fesztiválunk egyébként annak idején, ez a 90-es évek eleje, hát az egész 90-es évek gyakorlatilag erről szólt, és hát megvoltak, ennek a nomád körülmények is voltak ilyen, azért olyan, hogy mondjam, egy hangulata volt neki, tehát mégiscsak elszakadtak otthonról, kijöttek ide, és nem kell felagadni semmivel. Tehát zuhanyzóval volt, ha nem volt, nem volt, a kesető az eső akkor volt, tehát ez ilyen feelinges volt. Már aki vevő erre, persze az ilyen közönség akkor nem jött ki, hát ennyi, vagy hazament. Tűsarkúban volt, akik úgy jöttek ki egyébként Tűsarkúban, látták, hogy mi a pálya, ledobták a cipőt és mentek mezítláb. Úgyhogy nagyon szép élményeim vannak, le is írtuk a könyvbe. A Gyimesi barát, Sanyi barátom is szerencsére hosszasan beszélt a könyvbe, itt leírtuk. És találtam ugye akkori újságcikkeket is, úgyhogy elég jó, prezentáljuk itt az akkori Csörgetó fesztivált. Viszonylag korán felfedezték hangi adottságait és tehetségét, majd hamar országos hírű énekessé vált. Amikor bekerültem az első ugye, országos hírzenekar a Pokolgépbe, akkor már ugye megismerték a nevemet ugye az egész Kárpát-medencében, nyilván a P-Mobillal még többen megismerték, és hát innen automatikusan hívtak a többi zenekarba, akár a Mobimánia, vagy a Dinamitba, és meg hát a rockoperákba is, meg a saját zenekarom, és ugye járunk azért mindenfelé, és hát
Hát így hogy ez dobta a sors. Köszönöm szépen, hogy ez dobta egyébként. Örülök, hogy jól érzem magam a bőrömbe, és a terveim is nyilván a saját zenekarommal vannak, vagy az akusztikus formációmmal, még azért van bőven, de a legnagyobb tervem az, hogy a két pici kis gyermekemet, a két kis lányomat szeretném felnevelni, ez most a legfontosabb. És hogy kinek ajánlja a könyvét? Minden egyes barátomnak és rajongómnak és jó zenét szeretőnek, aki kíváncsi erre az egész rock and roll-ra, amit én éltem át. Magyarország egyik legismertebb tehetségkutató műsorában vált egy ország számára ismert és Száraz Hanna neve. A szekszárdi születésű 19 éves lány kiskora óta imád énekelni, és a színpadon való szereplés sem állt tőle távol. A tehetségkutató műsorban átélt élményeiről, tapasztalatairól és a zene szeretetéről is beszélt a vele készített interjúban, ahol azt is elmondta, hogy a megméretetés során kiváltságos helyzetben érezte magát a többi versenyzőhöz képest, mert keveseknek adatott meg ilyen támogató otthon, mint neki. Magyarország legnépszerűbb zenei tehetségkutató műsorában ismerős arcot láthattak a szekszárdi nézők. A 19 éves Száraz Hanna nagyot gondolt, és tavaly tavasszal jelentkezett a műsorba, hogy országvilág előtt próbára tegye énekesi tudását. Az éneklés szeretete kicsi kora óta elkísérte, már óvodás korában szívesen produkálta magát közönség előtt. Ugye egész kicsi korom óta színpadhoz viszonylag hozzá voltam szokva, mert ugye 4 éves korom óta balettoztam. Szóval hál' Isten a színpad az nem idegen számomra. Az éneklés az pedig általános iskolába kezdődött, sőt nem már, oviba is volt néptánc, és ott is nagyon szerettem énekelni. Aztán suliba bekerültem ugye a kórusba, ott egészen 2.-8. énekeltem, volt, hogy kaptam ilyen kis szóló részeket is, amúgy akkor nagyon büszke voltam erre. Aztán ugye elkezdtem zenesülbe járni, mert el akartam kezdeni zongorázni. És akkor ugye volt szolfés, a zeneiskolának a kórusában is benne voltam. Azt is nagyon-nagyon szerettem, szóval már egészen ott így nagyon, nagyon megszerettem azt, hogy énekelni, kiállni emberek elé énekelni. A gimnáziumban is folytattam, hiszen ott is benne voltam az iskolának két kórusában is, egy német meg a magyar. A magyar az egy 50 fős kórus volt, szóval az egy nagy tanulság volt így ugye zeneileg is, mert ugye ez nagyon más, hogy 50 fővel együtt énekelni, meg ugye egyedül. Itt már ugye abba hagytam a zongorát, és már a tánc sem volt annyira erős, viszont ez a színpad meg az éneklés ez így valahogy megmaradt, és így nagyon nagy álom maradt. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to shimmer night. Tavasszal jött ez a gondolat, hogy hát én nem csak kórusban szeretnék énekelni, nem csak másokkal együtt, hogy a tömegbe egy lenni a sok közül, hanem én az egy akarok lenni, aki ott kint áll a színpadon, és magának énekel, és egyedül énekel, és egyedül ér sikereket el. És hát így jött az a gondolat, hogy jelentkeztem. Hanna, ahogy azt már korábban is elmondta, egyedül vágott neki a nagy kalannak. Egyedül szerette volna megmutatni a tehetségét, mégis egy lánycsapat, a The Harmonies tagjaként robbant be a köztudatba. Erről is mesélt nekünk. Ez egy nagyon érdekes fordulata volt, hogy ilyen humor a sorsnak, hogy elindultam egyedül, hogy egyedül legyek énekes, és összeraktak két lányjal. De igazából ez volt az a lehetőség, amiben így ki tudtam teljesedni, mert ezzel a lehetőséggel juthattunk tovább, és így folytathattuk a versenyt, hiszen egyedül nem, ugye nem folytathattam volna. Szerintem egy óriási csoda volt, amit így mindhárman kaptunk a lányok nevébe is mondhatom, hogy mindhármunknak egy nagy csoda volt. Tovább jutottunk, és
azt vettük észre, hogy csak menetelünk előre. Először székes feladat, aztán már mentorház, aztán már úristen első élő, és a második, és akkor a harmadik élő soba ért nekünk véget a verseny, de egyáltalán nem voltam csalódott, hogy hárman folytattuk a versenyt. Mi nézők úgy gondolhattuk, hogy a versenyben eltöltött idő csupa móka, kacagás és csillogás, de a háttérben komoly munkálatok folytak annak érdekében, hogy az élő soban tökéletes produkciót láthassanak a nézők a versenyzőktől. Reggeltől estig be volt táblázva, ilyen hetekre osztott órarend volt, és igazából mi már az élősó előtt beköltöztünk másfél hónappal, szóval másfél hónap felkészülés volt az első élősóra. Minden nap volt valami, tehát olyan nem volt, hogy nem csinálunk semmit, inkább a hétvégek voltak ugye az, amik kicsit lazábbak voltak, de volt, hogy ott is volt program, én nagyon élveztem, mert egy nap volt, hogy ugye volt énekóránk, ugye a felkészülés végén már volt táncóránk is, mert ugye az is nagyon fontos volt, hogy hogy állunk a színpadra. Volt énekóra, táncóra, az utolsó héten, amikor a harmadik élősorra készültünk, akkor már egyik nap 4,5 órás énekóránk volt, ugye azért az megterhelő nem csak a hangnak, nem csak a testnek, hanem ugye már így napvégére fejben is elfáradtunk. Remélem, hogy ez nem volt érezhető a produkciónkon, mert azért megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy az első az volt a legfontosabb, hogy kipihenjük magunkat, és ennekor nem lehet jól a színpadra állni. Ugye most, hogy komolyabbra fordul majd ez az egész, nyilván komolyabban is kell foglalkoznunk, nem csak az együtt a hangunk, hanem külön-külön is. Szerintem ez nagyon fontos lesz, és én ezt nagyon várom már, hogy fejleszthessem a hangomat, és hogy tanuljak. Szóval a hosszú távú terveink azok még annyira nincsenek, mert most inkább a jelent szeretnénk megélni, meg ugye várjuk a döntőt, hogy visszamássunk és találkozzunk mindenkivel. Hanna azt is elmondta, hogy nagyon támogató családi háttere van. Együtt örültek a sikereinek, és sírtak, amikor kiestek a versenyből. Nagyon-nagyon támogattak az elejétől kezdve. Az elején azért féltünk, hogy mi lesz, jó lesz, hogy nem lesz-e az, hogy kiesek, és akkor így összetörök, hogy így oda egy álom, de hál' Isten ez nem volt meg, mert ugye nagyon szépen tudtuk folytatni és menetelni együtt a versenyen a lányokkal, és végig tényleg az is nagyon, hát olyan fenemenő és olyan katarzis élmény volt, hogy hetente meg naponta mindig anya mondta, hogy úristen, szexárról képzeld, de most ő mondta, hogy úristen, gratulál, és hogy most láttad a tévében, aztán múlt héten már láttam magam az újságban is, hát az is ilyen mai napig egyébként még egy kicsit hihetetlen ez az egész, de tehát a felét azt képezte az önbizalmamnak, hogy Szexárd ilyen támogató volt felém, és hát ez nagyon jól volt a lelkemnek. Most mindenki azon van, hogy kipihenje magát. Jól lehet, ez a televíziós bemutatkozás volt életük egyik legszebb időszaka. Ezzel együtt a legfárasztóbbnak is bizonyult. A Paksi Városi Múzeum Deákházban Szódavíz egy magyar kultuszital címmel nyílt időszaki kiállítás. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szóda történeti vándorkiállítása február végéig látogatható. A szódavizet hirdető régi plakátok, az előállításhoz, gyártáshoz szükséges eszközök, számos szódás üvegforma és még sok-sok más érdekesség tekinthető meg a napokban nyílt szódatörténeti vándorkiállításon Pakson. A szódavíz Magyarországon Jedlik Ányos nevéhez fűződik, aki egy új és zseniális módszert talált fel a mesterséges ásványvíz előállítására. Ezzel a magyar szikvízgyártás alapjait is letette. Meséli a kiállítás megnyitón Pakson a Deákházban Kis Imre. 2004-ben készítettem el ezt a kiállítást. Én akkor lettem a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója, és elődöm Travecki Balázs, akinek a képe az első tablón látható. Őneki volt egy írása, Fröccs történelem címmel. És ez engem nagyon megfogott, és elkezdtem rajta gondolkodni, hogy Fröccs történelem, hát erről ennyi mindent lehet, hogy egy tanulmányt írnak róla. És akkor elkezdtem vele foglalkozni, és kiderült, hogy ennél sokkal többet lehet erről tudni, és szerencsére találkoztam Bánfi Istvánnal, aki Szegeden a szódás, és akinek egy olyan gyűjteménye volt különböző szódás relikviákból, amire aztán bátran alapozhattam ezt a kiállítást. Egyébként a gyűjteménynek a nagy része itt szerepel, illetve ha valaki Szegeden jár, Szegeden a víztorony aljában lehet egy hasonló szódás kiállítást látni még több anyaggal. No, ez volt az indítás, és aztán, ahogy beleástam magam, hát rájöttem, hogy ez tényleg mennyire fontos a magyar nép életében a szódavíz, és ezért bátorkodtam azt a címet adni, hogy szódavíz egy magyar kultuszital. Ott van valóban a hétköznapokon, az ünnepnapokon,
mindennapjainkban ott van az asztalon, különböző módon fogyasztjuk, akár még palacsinta tésztában is, ugye, használjuk vörösbor folt kiszedésére a fehér abroszból, van, aki különböző befőttekbe is tesz szódát, szóval ezer és ezer módja van a szódavíz felhasználásának, de azért persze a legfontosabb az, hogy megisszuk. Úgy épül fel a kiállítás és a könyv is, hogy a felfedezés után beszélünk a gyártásról, ugye a szódás üvegekben testesül meg maga a termék, hát ez a legszebb produktum, ugye remélem mindenki majd csodálattal fog adózni a gyönyörűséges szódás üvegeknek. Aztán van szó ugye a különböző hirdetményekről és különböző reklámokról. Itt van, mindenki fogyaszthat szódavizet, ugye ez egy gasztrointeraktív kiállítás, ahol majd lehet nyomni a szódát és elfogyasztani. Hatása az irodalomra, nyilván ugye hát a gasztronómiája a legérdekesebb, és legvégén pedig egy kis képzőművészeti bemutatót lehet látni, illetve még zenei élményt is, hát abban is részesülhet valaki, aki esetleg tud Kottát olvasni, mert Szerkovicznek van egy olyan műve, amit ide kitettünk Kottán, úgyhogy mindenki eldudolhatja magának. Mi mindent írtak fel a szódásüvegre, ugye nem csak a nyakára és a magára a hasra ugye megjelölték, hogy ki a gyártó, hanem amint látjuk, vannak politikai üzenetek is, ugye a nem-nem soha megjelenik például, de mivel nagyon sok zsidók szódás volt, ezért gyakran megjelenik a Dávid csillag is, vállalva az önazonosságukat. Szóval ez egy korabeli médium volt, hát gondoljunk csak bele, hogy ez tényleg ott volt minden asztalon, fogtuk a kezünkbe, mentünk, cseréltük, ugyanúgy, mint ahogy jártak a kútra, a fiatalok ismerkedtek, ugyanúgy ismerkedtek esetleg itt is közben. Szóval ez egy fontos tárgya volt a mindennapi életnek. A szódavíz és a fröccs, akár málna fröccs formájában is nagy népszerűségre tett szert az elmúlt évszázadokban. Márai írását is olvasni, mely szerint a jó fröccs elkészítésének a módját csak a csaposok ismerik. És aminek ilyen hangja van, ugye nem kell hazamenni még, nem azért, nem csöngettek ki, nem azt jelzi. Pakson is komoly szódavízgyártás folyt, mondja a szakember, miközben mutatja a kiállított paksi üveget. Ez a úgynevezett golyózáras vagy kraherlis üveg, ami egyébként nem sokáig volt forgalomban, mert nagyon nehéz volt tisztítani, ugye miatt a sok behúzás és redő miatt. Mindenképp nagyon érdekes, és meg lehet fogni. Paksi, mind a három üveg ezen a kis posztamensen paksi. Paksi szódások is bemutatkoztak a kiállításon, akiknek buborékos nedőiket a látogatók meg is kóstolhatták. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szódatörténeti vándorkiállítása február végéig látogatható Pakson a Deákházban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!